A törvényalkotás és a jog értelmezése közötti játék abból a szempontból, hogy azért a jogászok vagy az ügyvédek nyilván arra törekszenek, hogy a kiskapukat megkeressék. Magyarországon szándékosan ilyen a jogkörnyezet, ezt hogy mondjam, saját tapasztalatból. Hosszú évek óta aprólékosan fel van építve az, hogy neked ne legyen esélye, te gondold ezt, amit te mondtál, Robi, ez van. Ezt ők akarják így. Ezt úgy hívják egyébként, Magyarországon is van erre fórum is, meg tisztességtelen üzleti magatartás. Ezek a marketinges figurák is hozzá kell tennem, újfent egy nagyon etikátlan magatartásként élem meg, amikor kecsegtetnek mély szegénységben élőket azzal, hogyha ezzel fog foglalkozni, akkor megnyílik számára a világ. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó. Köszöntöm a kedves nézőket, csak egy dollárjel vagyunk. Mire jók az apróbetűs részek? Ezt a címet adtam a mai műsornak. Nem véletlenül, köszöntöm persze a stúdióban jelenlévőket. Renivel kezdem, mint hölgyel, Robi, Feri. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Egy történettel hadd kezdjem, hogy honnan jött számomra ez az ötlet. Most konkrét cégnév nélkül az automat jégkár érte, van rajta kaszkó, el is indítottuk a folyamatot, én fizettem, becsülettel fizettem a kaszkót, ahogy kell. Egyébként azt kell mondjam, hogy pici zökkenőkkel, de rendben lement a történet, meg is javították, ki is fizették. Igen ám, de én akkor szembesültem azzal a ténnyel, most megint nem fogok a részletekbe belemenni, mert nem ez a lényeg, hogy ami létező kiskaput lehetett, azt kinyitott ez a bizonyos biztosító, tehát ahhoz képest, hogy ennyi akára önnek 10% lesz az ön része, ehhez képest valami 40%-ot a végén rám vertek, mindenféle, mondom, kiskapuval, minden törvényes, minden jogszerű, minden apróbetűs, ugye innen van a történet, és a végén abban a pillanatban fel is mondták a szerződésemet, ezt vártam is, de a csavar még ebben az, hogy még fél évig járna, hogy ez az éves kaszkó, fél évig járna, azonnal levonták a következő fél évre a biztosítási díjamat, majd felmondták azzal a címmel, hogy ugyan él a biztosításom egy évig, de már nem vállalnak semmiért felelősséget. Mert én utána jártam, és minden ezzel foglalkozó broker és egyéb cég azt mondta, hogy ez van, be kell nyelnem. Na és innen jött a gondolat, hogy mi a nagy multiknál, és ez lehet egy nagy áruház, lehet egy bank, lehet egy biztosító, lehet egy bármi, tulajdonképpen egy vagyunk a sok közül, egy dollárjel vagyunk. Amíg mi befizetünk, addig klassz emberek vagyunk, mihelyst nekünk kellene, hogy adjanak, abban a pillanatban megszüntetünk, hátat fordítunk, már nem számítunk. Nekem szélesen természetes, bocs, hogy egyből elkezdtem itt dumálni. Tehát ez nem egy szociális juttatás, ez egy üzlet. Kitalálnak olyan paramétereket nyilvánvaló módon, ami vonzóvá teszi ennek az üzletnek a megkötését, majd a lehető legnagyobb összegért ezt értékesítik, és amikor viszont a szerződésben foglaltak szerint teljesíteni kellene valamiféle kötelezettséget, akkor nyilván az lesz az alapvető szempont, hogy ezt hogyan lehet a leginkább csökkenteni. Ebben nekem az égvilágon semmi extra nincsen, az egész világ, az egész élővilág így rendezkedik be. Akkor, amikor tényleg valami gáz van, akkor viszont örülsz a morzsának, és ez pedig a pszichológiai alapja a dolognak. Természetesen örültem, hiszen azért kaptam annyit, hogyha ez se lett volna. Az legextrémebb, tehát én nem kötök soha biztosítást. Soha nem kötök. Néhány dolgot muszáj, ha vásárolsz, akkor muszáj. De a legextrémebb sztori az az volt, amikor volt egy, hát milyen megtakarítás, el tudod képzelni, tehát Szolnok, Jászlánykun, Szolnok, középpolgár, hitelre vásárolt lakás, kötsz egy biztosítást, és nem egy megtakarítás, egy befektetési megtakarítás, valami francnak, nem tudom, hogy a picsába hívta, és szükség lett volna a pénzre. És mondtam a feleségemnek, hogy akkor hát most pont itt, de jó. Hogy na, tényleg most tök jó. Vegyük ki. Kevesebbet kaptunk, mint amennyit befizettünk. Tehát meg volt ígérve egy bizonyos hozam, és mondja a feleségem, hogy nézd már, ez valami nem. Hogy most ez mi? És akkor felhívod a szakértőt, és ő elmondja neked, hogy miért jó az úgy, ahogy te most per pillanat jártál. Tehát én azt is megkérdőjelezném, hogy ezeknek
az ilyen típusú biztosításoknak a megkötése, az az etikai skálánkon, 1-10 skálán, vajon hány pontot érhet a morál alapján személyi? Az ő részükről, vagy én milyennek ítélem? Ez mind egy manipuláció. Tehát szerintem a világon nincs olyan biztosítás, ami arról szólna, hogy neked jó legyen. Jó, de a biztosításnál ne ragadjunk. Nem, de ez így. Ezért mondtam, hogy a multi. Mint tök olyan, ilyen sztori. Persze, hát addig érsz, addig vagy emberszámba véve, amíg fizetőképes vagy. Én ebben egy kicsit inkább azt érzem, amit most mondtál, hogy ugye ez egy érdekkapcsolat, mint ahogy Robi is mondta, hogy üzlet, én vagyok az egyik oldalon, ő a másik oldalon, nekem ez az érdekem, neki ez az érdeke, ez még ideig oké is. Ami viszont szerintem gáz, vagy hát nekünk ugye nem annyira pozitív, hogy egyrészt a szerződések egyre hosszabbak. Ja. Nem mindenkinek van hozzá türelme, de nem is ez a probléma, hanem hogy nem is biztos, hogy érted a jogi szöveget. Tehát, hogy azért vannak olyan megfogalmazások, amit azért úgy nagyon sokszor át kell olvasni ahhoz, hogy te azt értsd, hogy ez pontosan mit fog jelenteni. Tegyük hozzá, van némi szándékosság ebben. És na, így van, és van benne szándékosság, ez pedig nem fantáziám, hanem ezt konkrétan tudom. De hogyha ne talán arra kerülne a sor, hogy valami nem oké, és a te érdeked meg az ő érdeke nem egyezik, ami elég valószínű mondjuk egy konfliktusnál, akkor ő neki van egy kirendelt jogásza, mert van vált jogász, ő egy óriási nagy szervezet, te meg vagy pici egyedül, és vehetsz magadnak ugyan ügyvédet, csak lehet, hogy többbe fog kerülni, mint ami kárt okozott bármi neked, vagy ami a tranzakcióban benne igen, van. Igen, én felírtam magamnak jegyzeteket, és többek között ez is benne van, és majd erről beszélgethetünk is, hogy van-e értelme felvenni a harcot egy ilyen helyzetben. Nincs. Hát gondolj bele, úgy hívják, hogy vállalati jogász. Tehát ő arra van kiképezve, hogy a benned felmerülő összes kérdésre a saját cége érdekeit képviselve megadja azt a választ, amire már nincs tovább. Illetve én azt gondolom, hogy eleve már olyat nem is csinálnak, ami ne lenne jogszerű, ne lenne jogilag megvédhető, hogy erkölcsöse vagy sem, ez egy más kérdés. Az teljesen ez szerintem nyilván azt gondolom, hogy tehát a törvényalkotás és a jog értelmezése közötti játék abból a szempontból, hogy azért a jogászok vagy az ügyvédek nyilván arra törekszenek, hogy a kiskapukat megkeressék. Ezt akárhol, tehát hogyha te ügyvédedről van szó, hogyha egy könyvelőről van szó, hogyha egy vállalati jogászról van szó, mindenki próbálkozik azzal, hogy az etikus határokon belül maradva, és én azt gondolom, hogy egy cégnél szerintem ez a vezető múlik. Hát igen, hogy ő mit enged meg. Mert azt gondolom, hogy a vállalati jogász ugye annak a csapatnak a tagja, akik a stratégiát alkotják, illetve a döntéseket hozzák. Tehát, hogy ő pontosan tudja, hogy mit lehet, mit nem lehet, és hogy mi az irány, vagy mi a cél, mondjuk egy cég szempontjából. És hogyha a vezető elég etikus, akkor nyilván a jogász megkeresi a kiskapukat, de próbál nagyon etikus maradni. Ha viszont nem fontos ez a számukra, akkor szokott lenni. Hát ez egy üzlet, tehát nyilván nem lehet elvenni mindent. De azért ott is vannak szerintem. Adó, hogy elég legyen, említetted azt, hogy a jogász, milyen baromi izgalmas az, amikor a jogász megkeresi a kiskapukat, hogy mi a szörnyű benne, amikor a jogalkotó hozza létre a kiskapukat szándékosan. Mielőtt ebbe is belemegyünk, Buthát itt mellettem szeretném megkérdezni. Remélem, nem vagyok olyan kövér, mint Butha még, de nem, csak, hogy ez most az én témám lesz, srácok, ne is haragudjatok. Ja. Én nagyon sokat figyeltem, elemeztem ezt a problémát, és nincs igazatok, azt kell, hogy mondjam. Gondoltuk. Nem azért nem, hanem ez csak Magyarországon van így, sajnos. Tehát ja, mi szeretünk hülyék lenni, mi szeretjük azt, hogy minket félretegyenek, és mi szeretjük azt, hogy nem vagyunk egyenlőek egy adott céggel, jogi személlyel. Hozzáteszem, van Magyarországon három olyan csoport, cégekről beszélek, és szándékosan nem fogok megjelenni senkit, ezek a bankok, a biztosítók és a telefontársaságok, akik arra építenek, hogy téged átverjenek és lehúzzanak. Ezt azért merem mondani, mert én ezt értem másik két országban, direkt nem mondom a nevüket egyébként. Mondtad nem is annyiszor. Igen, ki lehet találni az előző műsorokat, ha valaki végignézi. Az egyik helyen egy 10 hónapot töltöttem, a másik helyen 7 hónapot töltöttem. Mind a két helyen kellett, hogy biztosításom legyen, kellett, hogy bankszámlám legyen, és kellett, hogy vásároljak. Tehát igazából, és volt mind a két helyen olyan eseményem is, ahol biztosítási esemény volt, tehát összetörték az autómat, betörtek, vagy valamilyen dolog történt, ami miatt össze kellett úgymond nem különbözzek, hanem ügyet kellett intézzek ezzel az adott három csoportba, tehát bank, biztosító és telefonos társaság. És Magyarországon szándékosan ilyen a jogkörnyezet, ezt hogy mondjam, saját tapasztalatból, hosszú évek óta aprólékosan fel van építve az, hogy neked ne legyen esélye, te gondold ezt, amit te mondtál, Robi, ez van. Ezt ők akarják így.
Ezt úgy hívják egyébként, Magyarországon is van erre fórum is, meg tisztesség, tehát üzleti magatartás. Csak ezt becsomagolják egyébként az apróbetűs részekbe, és amikor neked van egy ilyen koszkós eseted, de mindjárt beszéltünk más esetekről is, Magyarországon csak egy, hát ezt sem mondom szándékosan, nem akarom reklámozni, egy olyan cég van, aki jogvédelmi biztosítással foglalkozik. Magyarul melléd áll, hogy ne legyél kicsi, a naggyal szemben, a vállalati jogásszal szemben, legyen az neked egy egyszerű, hogy most tönkrement a gázkazánod, mert az áramszolgáltató lefölkapcsolgatja a lámpát és a feszültséget, meg azt hazudozza, hogy rendszer probléma, meg egyebek, és kiveri a embereknek a légkondiát, a gázkazánjait, stb., és akkor 80-100 000 fontokat fizetsz a gázszerelőnek, ott is elbújnak. De ugyanígy a biztosítóknál, viszont ha jogvédelmi biztosításod van, a legtöbb cég, aki ismeri ezt a céget, általában azt mondja, akkor mennyi lesz a kár, és akkor nem szőrözik veled egyébként. De egyébként alapból ezt a tisztességtelen üzleti magatartást nem volna szabad eltűrnünk, senki, azt mondom, hogy neki, aki nézi műsort, ne tűrje ezt el, mert van lehetősége, csak le kell egy picit ülni, utána kell nézni a dolgokat, nem pont az interneten, hanem olyan embernél, vagy olyan, hogy mondjam, fogyasztóvédelemnél egyébként, nagyon szépen le vannak írva, hogy milyen lehetőségeink vannak egyébként, és igen, és ha kárt okoztak neked, köteles a károkozó kifizetni, pont, így van a törvényben, nincs tovább két mondattal még megmagyarázva. Ezt a biztosítók a saját belső szabályzóik, meg egyébek alapján mondják neked azt, hogy törvényes egyébként, csak azért, mert rád hárítják a kárt, és ez a tisztességtelen üzleti magatartás, de fizetted, ahogy mondtad, fizeted évekig a hiteledet, fizeted a biztosítási díjad, és amikor neked kéne helytállni, akkor ők meg kibújnak, ahogy mondtad, teljesen. De ez nem egy tisztes üzleti magatartás, mert máshol, ahol én voltam, ott tisztesen kifizeted akár több ezer, hogy mondjam, frank, akkor így mondom, a biztosításodat. És amikor, már nem tudjuk. Igen, és akkor onnantól kezdve, hogy történik veled valami, minden van. Ha kell, helikopterrel visznek a kórházba például. Igen, valószínűleg azért, mert talán kevesebben is beéri egy ilyen típusú cégrendszer. Én valamiért úgy érzem hosszú-hosszú évek óta, hogy ez a tendencia, amiről beszéltünk, ez tényleg nagyon magyaros, és nagyon-nagyon fáj. Én több ízben égettem már meg a kezemet teljes jóhiszeműséggel leöntve a sztorit, de azt is tapasztaltam egyébként, hogy amikor a kárszakértővel leültünk beszélgetni arról, hogy akkor most hogyan legyen, akkor azt mondta, hogy jaj, de visszakereshetem, amikor megnézik, hogy milyen káreseményei voltak, és akkor a lényeg az, hogy azt mondta, hogy hát én ajánlok magának egy tisztességes összeget. És ajánlott egy tisztességes összeget. Hát én úgy gondolom, hogy ez ilyen több lépcsős folyamat lehet. Egyrészt üzleti szabály, másrészt egyedi kereseti lehetőség, úgy értem, hogy talán jutalék vagy egyebek, tehát ez nagyon-nagyon nem tiszta, de visszatérve az alapproblémádra, mert megint elkezdünk egy kicsikét politizálni, és annak nem hiszem, hogy jó. Hát, abszolút. Még most nem. Még most nem, de már a határom, én már majdnem átbillentem az előn. Nem, ez egy... Nem illetve. Szóval, hogy mennyire vagyunk dollár jelek, és hogy mennyire vagyunk számok. Totál. Tehát mitől lennél más? Tehát mondd meg, hogy mi az értékmérőd. Mi az értékmérője annak, hogy ez a műsor mehet el a Szolnok televízióba, a nézettség. A nézettség miért fontos? A reklám miatt. Mi az értékmérője egy zenésznek? Hogy hányan mennek el a koncertjére? Nem az, hogy értéket képvisel vagy sem, hanem hogy hány embert tud megmozdítani. Hogy tehát ebből mennyi ilyet látunk megint, a mai világban? Megint ott tartunk, hogy dollárjelek vagyunk. Egy orvosnak mi az értéke? Tehát létre tudja hozni a saját értékrendjét azzal, hogy baromi drágán dolgozik. Hát mindenhol ott van ez a mérési mód, és lassan kezdünk át is szokni arra, hogy nem az emberi tulajdonságok, vagy a valódi fizikai egységekkel mérhető teljesítmény lesz fontos, hanem az, hogy mennyibe kerül, mennyien mennek el, kit mozgat meg, milyen kört. Lehet, hogy a legszegényebb kört mozgatja meg az információ, de sokan mennek el, akkor az már egy érték. És ebből mesterségesen létrehozunk egy kultúrát, konkrétan kultúrát is, meg egy viselkedési kultúrát is, és akkor ott tartunk, ahol most. Egy picit annyit hagy módosítsak, hogy abszolút egyetértve veled, de azért én még mindig hiszem és látom is, hogy ha picike is az a szegmens, vagy picike is az a réteg, vagy az a szelet, de azért még csak-csak találunk olyat zenészben, műsorban, orvosban, és aztán mehetünk szépen tovább az élet bármely területén, ahol az érték adja meg az értéket. Nagyon sokba kerül az érték. Nagyon-nagyon sokkal többbe kerül az érték létrehozása, mint maga az érték. Lehet,
de mégiscsak egy értéket képvisel az a festő, az az író, az a zenész, hogy akkor maradjak a te példáidnál. Csak én rossz példa voltam. Csak az a, igen. Tehát, hogy persze vannak értékek, hogy ne? De hát, érted? Soha nem fogsz... Aranyosak vagytok ez a... Arra vártok, hogy befejezem? Mint egy osztályfőre, majd felszólítom őket felelni. Kis türelmet kérek. Ne súgjál! Tehát az értéket teremteni ma Magyarországon, akármiben, a lehető legnagyobb luxus. Most nagy kihívás, és nem csak Magyarországon, szerintem máshogy. Nincs rá igény. Nincs ennek elvárások sem irányába. Az a lényeg, hogy minél nagyobb tömeg egy elfogadható életminőségben, vagy az alatt, de a balhék között, az elfogadhatatlan és a balhék közötti részen, elveget ágasson. Nem kell értéket teremteni ma. Én a kettőtök között egy nagyon rövidet, hogy mondjak. Nem, hogy én most oda kapcsolódnék vissza, mert nem értékes, vagy értékes téma, érdekes sokba is téma. Nekem ez és beszéltünk erről másokat, de hogy nekem, amit a Feri mondott, hogy ne hagyjátok, hogy kihasználjanak benneteket, és hogy nekem meg az jutott eszembe az a gondolat, hogy, és ez tényleg magyar specifikus, én ezt most így nem bontanám tényleg országokra, ezeket ti mondjátok, de hogy tényleg annyira magyar specifikus, hogy nem állunk ki magunkért, és most nekem ebből tényleg megint az jött, hogy ha valamit megcsinálnak velünk, akkor azt mondjuk, hogy jaj, de hát úgy sincs esélye. Tehát, hogy nincs meg benned az a karakánság, ez a konfliktusokban sem, tehát nem feltétlenül azért, mert hogy tényleg el vagy lehetetlenítve mondjuk bizonyos szituációkban, mert ha kérsz mondjuk egy ügyvédet, aki hogy segítsen, akkor lehet, hogy olyan összeget fog mondani, amit nem tudsz kifizetni, és még akkor sem biztos, nekem olyan is volt, hogy akkor sem biztos, hogy sikerült eljutni 5-6-ra, pedig teljesen egyértelmű volt a helyzet. Hát nem jó helyre nyúltam, de hát, hogy érted, szóval kinek van annyi pénze, hogy ezt most így meg tudja engedni magának. Jó lenne olyanokat mondani, olyan öteteket, amik mondjuk nem kerülnek ilyen sok pénzbe, ugye, amit te is mondtál, hogy a fogyasztóvédelemhez fordulni, vagy hogy ez egyetlen lehetséges-e, de hogy lehessen már, hogy kiálljon magunkért, mert hogy ez tényleg annyira durva, hogy az élet minden területén ezt látom, hogy néma csendben egy csomó mindent tűrünk. És akkor vegyük piszibe, ha a főnököd mond valamit, ha a szomszéd mond abszolút, valamit. Abszolút, minden konfliktusban, és itt a dollárjelhez még én hozzáraknám, hogy picike kis jelek vagyunk, igen. Böttyök. Merjünk kicsik lenni. Merjünk kicsik lenni, így van. Bizonyítok egyet, érték ember. Ugye? Ebben meg tudunk egyezni, az ember az egy érték. Most velem nem értek? Nem, csak úgy általánosan. Most senki nem ért fel. Nem. Maradjunk a Józsi példájánál, hogy biztosító esemény összetört egy autó. Hogyha abban az autóban ül egy ember, és mondjuk súlyos sérülés szenved, vagy meghal, ugyanez a biztosító, ugyanúgy keresi a kibúvókat, csak akkor az a megsérült ember már nem tud önmagáért kiállni, és a családtagjának nincs ideje, energiájára, vagy kétségbe esik, nem is tud sehová sem menni. Vagy hát mondom, az, hogy... dolga is nagyobb annál. Igen, vagy a másik az, mert most lehet, hogy kórházban van intenzíven, vagy valami. És ezért mondom azt, hogy tisztességtelen, és nem szabad tűrni a biztosítóknak egyetlen egynek sem az ilyen jellegű dolgot. Velem is megtörtént ugyanez. Tehát ha a vihar leviszi a háztetőt, rengeteg vihar volt az utóbbi hónapokban, és nagyon sok ember úgymond hajlék nélkül, fedél nélkül maradt. Ott visz egy számlát, a károsultnak van biztosítása. A biztosító kifizeti 100%-osan a tetőjavítást, mindent. De ha összetörik a te autódat, akkor már elkezd huncutkodni, mert nem akarja kifizetni. Mert azon autó öreg, meg különben is arra sütött a nap, egyébként így fújt a szél, és nem fizetem ki. Elkezdi ezt csinálni, pedig ugyanúgy helyt kell neki állnia, csak a biztosítóknak, hát a jogvédelmi biztosító tudom, az az érdeke és az az üzletpolitikája, hogy akinek a káreseményt minél olcsóbban ússzuk meg, és minél jobban hújjunk ki. Ez az alap. Hát nyilván már profi. Jó, erre mondta Robi az elején, hogy az ő érdeke egyetlen egy. Üzleti vállalkozásként minél nagyobb bevételre szert tenni, minél kisebb kiadás mellett. Robi, értékek hát nálunk, jó, ezt már... Hadd kérdezzem meg, hogy ez kinek a dolga ezt szabályozni? Tehát, hogy ez egy országban mondjuk, ez mondod, bárki politizálunk, bárja... Akkor ne politizáljuk, ez mindenkori államnak a dolga. De most igen, hogy mintha lenne. De most ez nem fogom. Létrehoznék erre egy külön szervezetet egyébként. De Robi, egy független van egyébként erre szervezet.
Tehát vannak különböző, ezek csak, fogyasztóvilági csak ilyen, hogy mondjam, erő nélküli szervezetek ezek igazából, tehát nem tudnak mit csinálni. Nekem van egy aranyos sztori, az érték, igen, igen, az értéket akarom mondani. Nagy, csak figyel, gyorsan ezt, ezt hiányoltad róla az értéket. Tehát én nem hiányolom. Megsérül az ember. Na nem érdekel. A tulajdon is egy érték, tehát az embernek a tulajdonjog is egy érték, és a biztosító nem tartja tiszteletben az autó tulajdonos tulajdonjogát. Abszolút. Elkezdi össze-vissza kavarni a kártyákat egyébként. Vagy az, hogy valakinek legyen egy normális hajléka, hogy a bank ne árveresztesse el egyébként az apróbetűs részek miatt egyébként a lakását. Tehát az is egy érték, és az, tehát igazából nem állunk ki a saját magunk emberi jogaiért, mert a lakhatás, az, hogy egészséges legyél, az, hogy ne lopjanak el, és ne lopjanak meg, illetve ne tegyenek tönkre a tulajdon dolgok, az is érték. És hogyha ha nem állunk ki ezekért saját magad, vagy, vagy akkor nem segítesz valakinek, ha tudsz egyébként, akkor ugyanúgy elfogadjuk ezt az értéktelenséget. Tehát erre mondom azt, hogy azért kell harcolni. Világos. Hogy elmondom egy harcomat, jó? Nem vetettem könyv papírjaira ezt a harcomat, de nagyon izgalmas volt, és nagyon sokat rögtem rajta az a kamera, mert innen is csókollak a segítségért. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt történt, és nem, nyilván neveket, adatokat nem fogok mondani. Ért egy nagyobb káresemény, és nyilván a biztosító nem akarta kifizetni azt az összeget, amikor a kárnak a... Tehát ezen érted érdemes egyáltalán filózni, hogy kimondom azt, hogy a biztosító nem akarta kifizetni azt a kárösszeget, ami egyébként realizálva volt. Hát mindig így van. Na, szóval, hogy... És volt egy barátom annál a biztosítónál, és bementem tárgyalni a kárszakértővel. Jelentősebb összeg volt nyilván. És azt mondta, hogy add azt mindig, hogy brunyálni kell. És mondott nekem valamit a szakértő. Azt mondta, hogy nem is értettem, csak próbáltam megjegyezni, hogy mit mond. Elnézést, nagyon kell pisilni, mindjárt jövök. Kimentem, és útközben felmondtam, hogy mit mond. És akkor mire jöttem visszafelé, mondta, hogy mi a válasz rá. Én kimentem, vagy hatszor pisilni az alatt a beszélgetés alatt. És a vége az volt, hogy így ült velem szembe a fickó. Megvilágosodtál. És hogy így nem értem. Ezt láttam, hogy teljesen össze, tehát minden MV frázis elment. Keresztbe tegyem a fogkrémet, már gazdaságosabb. Meg hogy ebből csak egy csepp kell, csak mindezt a biztosítás szakzsargonjával. Mindent elmondott, és én mindenre mondtam valamit, amit ő nem volt jó. És azt a kérdést tette fel, hogy és mekkora összegre gondolt? És mondtam az összeget, azt mondta, hogy rendben van. Ezzel be volt fejezve a tárgyalás. Még egyszer nagyon hálásan köszönöm azóta, és esküszöm, itt vagy a fejemben, és sose fogom átfelejteni. Na, az elején azt mondtam, hogy dollárjel vagyunk, de mondtam egy második állítást is, hogy mire jók, vagy kérdést, mire jók az apróbetűs részek. Ti hallottatok már arra, mert mindig elmondják, és nekem ez a tapasztalatom, hogy olvasd el az apróbetűs részt. Ja. Ugye először is jön az, hogy olyan apróbetűs, hogy most látod, nem látod, ez a vicc része. De valóban nem olyan vicces. Két oldal, három oldal, négy oldal, öt oldal. Így van, nagyon hosszú. Szánd rá azt a két órát, és akkor olvasd át két órát. Átolvasod. Felét nem érted. Kérdezz rá és magyaráztasd el. Megkérdezed, elmagyaráztatod. És hú, te hallottál már magyarázatot, amikor elkérdezed? Várjál. Tegyük föl, és játszunk el a gondolattal. Van benne három olyan mondat, ami nekem nem szimpatikus, nem tetszik. Partner vagy? Mondhatod azt, hogy ne haragudjon, tetszik az apróbetűs rész, 95%-ában egyetértek, ott van egy az a rész, azt húzzuk már ki belőle, és helyett ezt írjuk már be. Hiszen most arról beszélünk, hogy mi ketten kötünk egy szerződést, amiben kompromisszumra fogunk jutni. Ön ad nekem egy listát, 95%-ban elfogadom. Hát ez az. De nincs. Na. Velem ez megtörtént. Szó szerint ingatlan vásárlásnál jártunk, ez jó 10-akárhány évvel ezelőtt volt. 75%-os eredmény volt az ingatlanra. Kerestem, akkor volt ez a devizahiteles idióta időszak, amikor nem kaphattál normálisan, most sem, egyébként tisztességesen hitelt sehol. És akkor voltak mindenféle huncut banki megoldások, elmentem három helyre, három ajánlott, oké, rendben van, nem tudtam az egyik nagy banknál, hogy na, akkor vele fogok majd üzletelni. Kiadták a leasing szerződést, vagy nem tudom, hogy hitelszerződés, már nem tudom, melyik volt. Apróbetűs részt mondtam, hogy jó, rendben, köszönöm szépen, én mondjuk itt írjam, hanem nem, mondom, mert ezt szeretném elkérni, hazavisszam, elolvasom, és majd visszahozom. Aha. Visszahoztam, elolvastam, aláírtam, oké. Jó, megyünk akkor, következő lépés, közjegyző. És akkor, ahogyan követtem a dokumentumoknak a növekedését, eljutottunk a közjegyzőig egyébként, már ott volt, hogy megkapom a pénzt, stb. Stb. A közjegyző, az illető bank, nem akarom mondani, nem akarok reklámot csinálni neki, vagy negatív reklámot,
megint elemtett egy ilyen 3-4 oldalas papírt, hogy azt is közösségi szerződés olvassak. Jó, rendben, egy picit várjuk, ott volt a banki meghatalmazott fiókból is adott ember, ott volt közjegyző, minden, fel voltunk sorakozva az asztalnál, ott ültem, oké, és kiváratta, én végigolvastam, általában hogy 35 percig, addig ők ott el voltak csöndbe, én végigolvastam szépen nyugodtan az egészet, és volt benne egy ilyen pont, hogy egyenlő felekként kötjük a szerződést, de jó, hogy egyenlő felekként kötjük a szerződést, ez jó, ez tetszik, ez pipa. Haladok tovább, akkor volt az, hogy hát igen, a hitelösszeg, vagy a leasing összeg bizonyos százalékában, ő a teljes a lakásértékre jelzálogot szeretne bejegyezni. Nekem 75%-on volt, ezt az előre említettem, hát mondom, nálog ugyanak, ha egyenlő felekként, hogy szeretném kérni, hogy ezt így változtassuk már meg, hogy 25% legyen, mivel hogy én csak 25%-ot kérek, és nem akarok olyan helyzetbe jutni, mondom, mint a devizahitelesek, hogy mindenféle hülye szerződésekkel, félrevezetett szerződésekkel elviszik a házát, mert már többszörösére felkamatoztatták addig a pénzt. És nem volt hajlandó a banki ember változtatni, hanem hívjuk fel a főnökét, egyenlő felek, önök írták bele, 25%-at legyenek szívesek ide írni, és akkor már is aláírom az egészet. Telefonált egyet, nem engedélyezték, ez nekik egy standard szerződés, ez ahogy mondtak, hogy mi legyen. Hát, köszönöm szépen, akkor nem kérem az egészet, és ott visszaadtam. Vége volt másfél óra múlva az egész aláírásos procedúrának. A közjegyző utánam szólt, mikor mentem ki felfigyeltem, mert jöjjön már vissza. Visszamentem, és kezdett fogom, hogy ön az első, aki a praxisomban ezt visszamerte utasítani, ezt mondja, hála Istennek, hogy nem írta alá. Ezt mondta. De jó, ez várjál, mi a végeredmény? A végeredmény az volt, hogy utána ott hagytam azt a bankot, teljesen folyószámon. Na ez a lényeg. Minden ezt ott akartam, nagyon hosszan mondtad, de ez volt a lényeg számomra. Én úgy elvágtam minden egyes köteléket ezzel a bankkal, átkopogtattam egy másikhoz. 3 nap alatt elintézték, semmilyen nem volt, úgy csinálták, ahogy akartam, és kész. Igen, de ez a lényeg benne, hogy te úgy, tehát tulajdonképpen most engem igazoltál. Persze. Találtál benne egy pontot, ami neked nem tetszett, nem tudod ezt jelezted, és nem tudod megváltoztatni. Igen, nem akarták, ezt ő megmondta, nem azt, hogy nem tudtam. Hát ezt mondom, hogy én nem tudtam megváltoztatni. Tehát ez a lényege, hogy nem voltál vele egyforma partnere. Három kiabálják egyszerre. Hol vagyok, atya, úristen? Feri, egyedül voltál a megbeszélésen? Nem ez a lényeg. De, nagyon fontos. Nem, számomra nem ez a lényeg, hanem az, hogy ő karakán volt, nem írt alá. Rendben van. Elmondom mindjárt, hogy miért nagyon fontos. Én csak egy mondat akartam mondani. Mert hogyha én egyedül megyek el egy ilyen megbeszélésre, és kiszúrok egy ilyen hibát, akkor én is szóvá teszem, de ha van velem valaki, akkor hogy hagyjad már, haladjunk, menjünk már, hagyjad már, úgyis már, de... Történt ilyen, és aztán utolagosan... Jó, így mondott, persze, oké. Az nektek egyébként megvan, amikor a közjegyző, ha nem tudom, hogy ez divat, de régebben kötelessége volt tájékoztatni a szerződőt. Most is, felolvas. És akkor leülsz, és mondja is, hogy darabítod úgy el vagy magaddal a ujjaidat, hogy illeszgeted meg, és közben megy a... És akkor így felnéztem egyszer, és láttam, hogy így néz a plafon, és így mondja, rutinszerege. Halvány gőzelem volt neki se, hogy hol van. Egyszerűen fejből elmondta az egészet. Hát ennyit ennek az egésznek a fajsúlyáról még azért szerettem volna hozzátenni. Én megmondom őszintén, minden elismerésem a tiéd, le a kalapba. Ja, igen, de rendben van, jó értékében. Képzeld el azt most a helyzetet, hogy elmégy az A bankhoz karakánul nemet mondasz, a B banknál megint találsz egyet, ami nem szimpatikus, karakánul nemet mondasz a C-hez, a D-hez, és elfogod minden bank. Csak A és B bank van, már nincs. Stimmel, akkor A és B bankhoz, és nem tudsz elmenni a C-hez. Kész, akkor nem veszel lakást. És akkor ott vagy egy kényszerhelyzetben, vegyük azt a kényszerhelyzetet, hogy de neked muszáj azt a 25%-ot fölvenned. Akkor aláírod. Igen. És nem tudsz mit csinálni, alá fogod írni. Igen. Igen, sok ilyen, mert én nem bántom azokat, tehát akik aláírják. Tehát engem igazoltál, igen, sajnos. Én azt hittem, azt... hogy hát, ha most mondasz majd egy... Hát itt már rögtön az, hogy nem vagyunk partnerek. Tehát, hogy az a két egyenrangú fél, az nem létezik. Persze, hogy... és ez itt van, ugye nem akarunk politizálni, de itt van az a határ, amikor ki kell azt mondani, hogy az a jogi keret, az a jogi rendszer, az valakitől van, valaki ezt így akarja, hogy a forint az forintosan gyengüljön, és ezért rá vannak kényszerítve az üzleti haszon miatt, meg haszonszerzés miatt ezek a cégek is, mert nem tudják magukat fönntartani, mert annyira értéknálik a forint évtizedes távlatban, hogyha fölveszel mondjuk 1 millió forint hitelt mondjuk 10 évvel ezelőtt, az, hogyha ha nem kamatoztatnák föl, meg nem volna ez a állandó forintgyengítés, akkor gyakorlatilag mindenki vissza tudná fizetni. Jó, de amiről most mi beszélünk, én azt gondolom, bár...
Nem, hát mondjuk voltam ilyen hitelkaszkó egyéb kérdéskörben 5 éve, 10 éve, 25 éve is természetesen. Én azt gondolom, hogy ebben olyan kardinális változást nem látok. Tehát ez most nem egy mai kor vívmány, negatív vívmánya vagy jelensége ez. Igen, csak a lépték. Hát, azért ez szerintem fejlődik elég erőteljesen. Várjál, merre felé fejlődik? Hát nem jó irányba. Igen. Mert a fejlődés az átlag pozitív irányú. Szerintem az elmúlt 25 évben biztos, hogy sokat romlott ez a helyzet. Én így jártam, hogy a Robi megtakarításos fiatal kezdő tiszt voltam, és akkor azt mondom, a fizetésem részét félreteszem, tudod, és akkor kötök akármilyen olyan nyugdíj, meg akármilyen életbiztosítás szerű, akármilyen ilyen húcsúcságok, ezek is biztosítok, tehát igazából. És fizettem egy 5-6 évig, és akkor nekem is szükségem volt arra a pénzre, ugye meg volt szakaszom, 5.-6. évnél majd ennyi, meg annyi, és bementem az 5.-6. év után, és akkor ugyanígy jártam, hogy te, az akkori papírok el voltak téve, közelében nem volt semmi, és kevesebbet kaptam vissza. Erre mondtam azt, hogy ez innentől kezdve, ez átverés az persze, egész. Ez. És gondolod, azok az emberek, akik mondjuk hisznek a nyugdíjbiztosításában, amit ez a plusz, ja. És ugye fizetgeti, és már rá fog jönni, hogy gyakorlatilag nem kapod. Nekem volt egy vezérkérdésem, ilyenkor, főleg ezeknél a életbiztosítóknál van az, hogy mi nagyon komoly gazdasági szakemberek vagyunk, és az ön által befizetett pénzt megforgatjuk, tehát befektetjük, és a befektetési alapból fogunk tudni önnek jutalékot fizetni, és mivel óriási a rutinunk a nemzetközi piacon, ezért biztosra veheti azt, hogy az ön által befizetett pénz hozadéka az garantálja az ön hasznát ebben az ügymenetben, és itt kérem, hogy írja alá. És akkor már leszoktam róla egyébként, de régebben ebben egy nagy májár voltam, hogy szétzúztam a lelkét. A kérdésem így hangzik, hogy mibe fektett a cég? Hát ezt nem tudom. Na most már ne hülyeskedj. Tehát, hogy ide jössz, elkérjed tőlem a pénzemet. Mondod, hogy be fogjátok fektetni, és nem tudod, hogy mibe? Hát sokféle dologban, kettőt mondjál. Hát nem tudom, de hát ilyen jó üzletekben, amik... Mondsz, szerinted ez így egy tárgyalási alap. Te most komolyan. Tehát elkérjed tőlem a pénzemet, hogy te majd befekteted, jutalékból majd én milyen jó járok, és azt se tudod, hogy mit veszel rajta. Vegyél rajta hegyezőt, csak mondd azt, hogy hegyezőt veszel. Vagy bármi, érted? Vagy vegyél rajta negró cukorkát, csak tudjál már róla, hogy mi az, amitől én majd jól fogok járni. Ez nagyon sokszor kilépő ebből a buliban. Annyira szörnyű, hogy emlékeztek rá, amikor elkezdődtek ezek a pénzügyi tanácsadó névjegykártyák, rengeteg ember lett pénzügyi tanácsadó. Konkrétan kisgyerekkorom újságárusa egyszer csak megjelent pénzügyi tanácsadóként előttem, és így nem hittem a szememnek. Majd most megint láttam, hogy ugyanúgy árus, tehát hogy eltelt x sok év, őket is behűítették azzal, hogy most kitörhetsz, most, de hogy így nulla képzettséggel szegények oda mentek tárgyalni emberekhez, szegény emberekhez, akik meg hogy örültek, hogy majd mi lesz az ő pénzükkel, apró betűs részt nem tudták elolvasni, nem is olvasták, nem is értették, és aztán jöttek ezek a különböző hatalmas szakítások. De nagyon durva, hogy eltelt x év, és azok az emberek, akik pénzügyi tanácsadók voltak, azok ugyanoda mentek vissza, ahonnan jöttek. Hogy találkozik két ilyen sötét. Az egyiknek halvány gőze sincs arról, hogy mi ez a pénzügyi tanácsadó. A másik még nem is hallott arról, hogy van olyan, hogy pénzbe fektetni, és ezek leülnek, és elkezdenek tárgyalgatni egymással. És üzletet kötnek. Hogy szerintem ez nagyon jó. Igen, nagyon jó. Igen. Egy majd rakás szerencsétlenség lesz az egészben. Valakinek valahol csak rövök egy jó ízült ezen. Hát a legfölül a fej, ugye a piramis akinek játékban mi dollárjelek sem, vagyunk. A piramis tetején, akinek mi dollárjelek vagyunk, hát nem véletlen vagyunk dollárjelek, mert hogy oda meg potyog, meg kattog a száma. És ahogy ezek a szegény ilyen sztori megyébként, Robi, nekem is volt ilyen hasonló, engem telefonon hívogatott egy 10 évvel ezelőtt, egy ismeretlen, tehát nem tudom, fölvettem a telefont egyszer. Zseniális befektetési ajánlata van, ő nekem elmondta, hogy hasamra ütök, nem akarok buta, most kőolajban kell, és az most nagyon számít, és hogy nem mondom, az nekem nem, én egyáltalán nem szeretnék befektetni, de nem. Jó, ha nem. Eltelt 3 nap, megint csörög a telefon, megint fölvettem, megint ő az, most mit tudom én, aranyba, gyémántba, kutyafülébe. És már annyira dühített a dolog, mikor már mindig mondom, hogy de nem, és ja, hozzáteszem, hogy
50 millió a beugró. Hát mondom, én 50 millió forintot annak idején, tehát ez, el sem tudtam képzelni, hogy hogy néz ki egy mosse, de hogy, hogy egybe, de akkor még pláne. Papírok egymást, ha jól tudom, nem tudom. És akkor a végén mondja, hogy de higgyem el, és én ezzel tudtam lerázni, hogy higgyem el, hogy ez egy akkora befektetés, hogy egy hónap múlva háromszor ennyi lesz a pénzem, és megkérdeztem, hogy önnek mennyi pénze van ebben az üzletben benne? Így elhallgatott, hanem én annyit szeretnék beletenni, amennyi önnek van, de egy hónap múlva, amikor ismét felhív, és megmutatja nekem, hogy én beletettem az 50 milliómat, és most háromszor annyi van belőle. Egyébként meg húzza ki a telefonszámomat a listáról. Ezt most úgy hívják egyébként ezeket a befektetéseket, hogy bitcoin most például. Úgy jaj, ez, most megy, bitcoinnak igen. Hívják ezt, az évek, a tépzetekként ismétlődik egyébként. Ez. Meg a másik varázslat, ezt is imádom. Tehát vannak van a szakértő, meg van a tapogatózó, a helyzetben kicsikét többet látó, mint ami van benne. Ez amikor szia, Robi, figyelj, csak egy fantasztikusan jó dologról szeretnélek. Meghívnálak egy kávéra, elmondanám neked, hogy mivel foglalkozom mostanában, figyelj, valami eszméletlen. Valami eszméletlen lehetőség hogy van benne. Hogy vagy, régen beszéltünk, beszéljük. Az majd a végén van. És hogy ez egy zseniális történet, és de mi az? Leülünk? Figyelj, csak ezt most így nem tudom elmondani. Persze, csak ez csak személyesen lehet. De mondd már igen, ez annyira sablan, annyira kritikus. Csak annyit mondj el nekem, kérlek, szoktam mondani, hogy miért pont engem? Ez a város, ez az ország, ez a világ, talán léteznek még földön kívüli intelligenciák is. Én egy ilyen kis picike pontocska vagyok, miért pont engem? Válasz, mert neked olyan sok ismerősöd van. Jó. És ugyan, anyám, és akkor azt akarod, és akkor ezt szembesítene. Hát te azt szeretnéd, hogy van ez az állatság, amiről még semmit nem tudom, de most borítékolom, hogy állatság, hogy ezt én helyetted képviseljem a baráti köröm előtt. Tehát mondjam azt, hogy szervusztok gyereke. Nem, hogy te megadod a telefonszámukat is. Dia Robi küldött, tudom. Ő adta meg a telefonszámot, szenzációs ajánlatom van, vegyünk felfújhatós Mick Jaggereket, és értékesítsük Malajziába. Tehát valami ilyen, és volt nekem, még egy sztorim, azt imádtam. Nekem is van egy sztorim. Azt imádtam. Nekem is lesz, úgyhogy most átmegyünk sztorizgatásba. Ez még a régi műfházban volt, a kocka ülőkék, meg kocka tologatós asztalkák időszakában, MV. Volt nagyon szimpatikus, nagyon aranyos lány, nem tudom, hogy honnan ismertük egymást, szerintem sehonnan valaki ajánlott neki, és én pedig azt mondtam, hogy rendben van, elmegyek, beszélgessünk. Elmentünk, beszélgettünk. Én már akkor sem voltam hiány az ilyen kritikai realizmusomnak, úgyhogy elmagyaráztam neki, hogy az, amivel ő most foglalkozni akar, az tulajdonképpen nem más, és ezzel nem megbántva az MLM értékesítési módszereket, főleg nem az MV-jel foglalkozókat, mert valakinek boldogságot okoz, és hogy a boldogság mi, azt meg dönts el az, aki éppen élvezi ennek a jótékony hatását. Tehát nem akarom ezt bántani. Én elmagyaráztam neki azt, hogy az én szemszögemből nézve ez a történet miért hülyeség, és miért időpazarlás, és miért gondolatredukciós folyamat. És találkoztunk fél évben, odajött hozzám csillogó szemekkel, és megköszönt azt a beszélgetést. Picit az én történetem ehhez kapcsolódik, aztán Ráni, te is elmondhatod, nekem is hasonló, még ugyanígy nem indult. Mindent, hogy... Nem baj, ugyanígy indult, hogy... Én majd felveszem különböző, hogy 15 éve nem találkoztunk, jaj, de jó, hogy van a család, gyere, üljünk le, csak egy kávé. Én rögtön mondtam, hogy rendben van, de ha az első üzleti ajánlatod meg lesz, én felállok. Nem, semmilyen, nem. És a lényeg az, hogy eljutottunk természetesen a tuti üzletig, és hogy ő is benne van. És mondtam neki, hogy meg a boldogság, mi meg nem tudom, erről van szó, és mondtam neki, hogy figyelj, hasonlítsunk össze kettőnket. Te a tuti üzletben vagy, én meg egy kis porszem vagyok, nincs tuti üzletem. Mondom, nekem van családom, már volt két gyerekem, hasonló korosztályban voltunk. Neked van barátnőd, vagy feleséged? Nem, most éppen fiú volt, nem tudom, fiú kis szinglik. Igen. Egyedül élő, jó? Szingli vagyok. Gyerek? Nem, az nincsen. Mondom, nekem akkor már volt egy új egyéves autóm, láttam, te egy ilyen 15 éves lepukkanttal jöttél. Hol laksz? Albérletbe. Az én lakásomon nincs hitel. Mondom, akkor valamelyikünk mégsem jól fogta meg a tutit. Uh-huh.
Tehát valahol valami mégiscsak sem. Ez egy segélykérés tulajdonképpen. Ezt azért nem szabad elfelejtenünk. Hogy van egy olyan szituáció, és ez igen gyakori, és erre azért utaznak is ezek a marketinges figurák is hozzá kell tennem. Újfent egy nagyon etikátlan magatartásként élem meg, amikor kecsegtetnek mély szegénységben élőket azzal, hogyha ezzel fog foglalkozni, akkor megnyílik számára a világ. Yeah. És látod a boldogságot rajta, hogy már tudom, úristen, sajnos ilyenben is voltam, nagyon közeli családtagnál. És ott ülsz, és hogy mondd meg neki, hogy ember, nem ez az út. Ez csak egy olyan mellékvágány, amit vesztesként fogsz kiszállni. És dollárjel vagy annak az egynek, aki egyik, mint egy multit képvisel ebben az esetben a te sztorid. Nagyon rövid és nem annyira jelentős ebből a szempont. Nem olyan érdekes, de tiéd. De hogy inkább egy érzés, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon régen nem látott barátnőm hívott föl, és pont előtte azt hiszem, vagy belámodtam, vagy rá gondoltam, és felhívott telefonon, és azt mondta, hogy úristen, Röni, rád gondoltam olyan régen, és képzeld el, hogy arra jutott eszembe, és elkezdtünk beszélgetni, és én esküszöm neked, hogy boldog voltam, majd a beszélgetés végén kiderült, hogy miért hívott föl, és amikor leraktam, az iszonyú csalódás. Tehát, hogy hiába tudod ezt, hogy van, meg hogy nyilván most ezzel semmi gond nincsen, de hogy olyan bozasztó rossz érzés volt. Viszont egy másik és sokkal korrektebb szituációban is részvettem, mert barátnőm és a férje akartak belépni egy ilyen rendszerbe, és meghívtak minket vacsorázni hozzájuk, a baráti kört, de tudtuk, hogy miről van szó, tehát nem zsákba macska volt, hanem elmondták, hogy figyelj, gyertek el, nézzétek meg minket, ez nagyon érdekel, és tényleg együtt benne voltak, tök jó üzleti érzékkel mind a ketten, elhívták annak a nagy valakit, aki ott előadta magát, na az a pasi, az már gáz volt, de hogy a barátnőmék ezt olyan elegánsan csinálták, és olyan normálisan, és senkit nem befolyásoltak semmire, hanem elmondták, hogy nekik ez miért tetszik nagyon, és hogy tök örülnének, hogyha ebbe mi is részt vennénk. Ez a legveszélyesebb és nem ment bele senki egyébként, abszolút nem ment bele senki, mert végig gondoltuk, és azt mondtuk, hogy figyelj, ez nem oké, de hogy ők tök korrektek voltak, és jó, nagyon jó volt. De az, hogy most abban a csapatban egyedül 5-en, 10-20-an voltatok, és mind a 1-5-10-20 nemet mondott. Utólag mindenki átgondolta. Nem persze, igen, 20-an nemet mondtak, jó van. De valószínű nem csinálnák, hogyha a következő 20-ból ne találnának egyet, a következő 30-ból megint ne lenne egy. Nem, aztán ők befejezték ezt, jó, most igazából pont ő, most igen, lényegtelen, de csak hogy azért sokkal rendszer, elegánsabb volt, mert itt nem volt átvágás, nem hajaztak érzelmeket, tehát ugye ebbe az a borzasztó, hogy én ezt értem, hogy ezt tanítják. És azt tanítják, hogy a legközelebbi ismerősöket. És az a baj, pont most hallottam egy olyan régi sztorit két barátnál, ahol pont meg volt egy ilyen bepróbálkozás, és sajnos úszott a pénz. És hogy, szóval, hogy mennyi kapcsolat ment tönkre miatt? Hogy az értéktelenedés az rögtön lecsapolt a kapcsolatokban is, mert hogy ott van egy csalódás, egy rossz érzés, egy átvágás érzés, és akkor itt bejön minden, amit eddig és ez, amiről mi most beszéltünk egyébként, ez mind a legális oldala, és akkor most akár el is kanyarodhatnánk fel, persze nem kell, de ugye jön az illegális, ugye ez az online csalásoktól elkezdve. De még hagyd egészítsen már ki, mert nekem nagyon tetszett a sztoria. Jaj, de jó. Ugyanis, hogyha engem megbízna valaki azzal, és mondjuk morálisan kicsikét rosszabbul állnék, mint ahogy állok, vagy álltam, vagy állni fogok, mert azért az ember sose bízza magát, nem lehet tudni, mikor leszel az ember. Igen. De most nem. Most per pillanat nem vagyok olyan gazember, mint amilyen gazember esetleg lehetnék. Tehát engem valaki megbízna azzal, hogy dolgozzak ki egy módszert, körülnéznék a piacon, hogy ki hogyan dolgozik, és azt mondanám, hogy hoppá, hoppá, hoppá. Van itt egy kis rés. Őszinte leszek. El fogom mondani azt, hogy érted? Eljátszom azt, hogy őszinte vagyok, de közben azért őszinte is vagyok valamennyire. Figyeljetek, nem ez a világ legnagyobb üzlete, de nem lehet rajta nagyot bukni, kicsi a kockázat, én benne vagyok, tessék, itt van a papírom, éppen kerestem rajta, mint egy 150 ezer forintot. Bemutatom, realitás, és azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy meg fog változni az életetek tőle, de lehet egy kis pénzt keresni, anélkül, hogy túlzottan sok energiát fektetnétek bele. Egyébként hogy ízlik a vacsi? Nem tudom, milyen étteremből hozottuk, májtlag nagyon jó a szakács. Baromi régen láttalak, gyerekek jól vannak? Mi újságban? Nem mondod, hogy már egyetemisták. Úristen, mikor végeznek? Visszatérve erre a hülyeségre. Nagyon ügyes a módszered, én már majdnem aláírtalak. Mindegyik hülyeség, tudjuk nagyon jól, hogy mind hülyeség, de figyelj, ebben van valami picike ráció. Szerintem érdemes vele foglalkozni.
Aláírod? Aláírom. Tehát az, amikor túl jó vagyok. Ez a be a világ, hogy most ott tartunk már lassan, és ettől én kétségbe is vagyok esve. Most elrögtem magam. Hogy amikor az történik veled, hogy azt hiszed, hogy minden oké, és minden jó. 90% esélyed van rá, hogy az is csapda. Nem tudsz okos lenni. Nem tudsz, mert az, aki kitalálja ezeket a formulákat, az sokkal okosabb nálad. Sokkal gátlástalanabb vannak. És többen is vannak ráadásul. Aha. Neked van ilyen történeted, vagy hozzáfűzni? Igazából a történetet elmondtam már eddig. Na jó, igen. Hanem az... De elmondhatod még egyszer. Ne, megjegyeztem. Visszatérve, amit mondtam, hogy jó a jogvédelmi biztosítás. Most nem akarom mindenek megint mondani a céget, de ott pont így, hogy te most marketingeltél, így mondják, hogy megkérdezik, hogy voltál már kudarcod valami biztosítóval, bankkal, egyebekkel, bármi jogi helyzettel, és legtöbb ember mindenki tanástalan, nem tudsz, hogy hova fordulni, és ennek pont egy olyan szolgáltatása is van, hogy írsz egy e-mailt, nem tudsz egy kérdést, kaszkó, akármilyen biztosítás, vagy ilyen jogi helyzet, mit kell csinálni, és megírják ingyen neked, érted? Uh-huh. Mert nekik is van egy óriási nagy ügyvédi, meg egy ilyen jogászi csapat, aki azzal foglalkozik, szakjogászokkal, hogy az adott probléma, nem tudom, tizenvalahány jog témában, ők tudnak neked tanácsot adni. És ott például ugyanígy egyébként MLM módszerrel értékesítik magát a szolgáltatást, tehát ott elhívnak egy ilyen beszélgetésre, és akkor felajánlják, és ugye ezért kérik a címeket egymásról, sok embert ismerünk. Én is így szoktam fázni mindig az ilyetől, hogy most én nem égetem magamat ismerősem miatt, hogy bepalizzak valakit. Most valaki. MLM-es is most ránk. Nem, hanem csak ezt mondtam, hogy a jogvédelmi... A mézdíler. A mézet azt nem így értek, ez csak ezt piacozunk. Nem, azt finom. Mit akartam ezzel köszönösen mondani? Nem. Mégis csak annyi, hogy... Tehát talán, hogyha ha még működik, én kiléptem egyébként ebből, mert volt ilyen biztosításom, de azért léptem ki, mert egy adott jogterületen, amit ígértek, azt végigvitték, és nem tudtak képviselni. Tehát ez a legveszélyesebb része. Tehát annyiból jól szálltam ki benne, hogy volt egy olyan perem, ami a végén másodfokig, és belekerült volna egyébként 2,5 millió forintomba, és ugye ez a biztosító helyettem kifizette. Tehát mert így csinálnak egy ilyen esélyvizsgálatot az elején, és utána nem nekem kellett kifizetni. Tehát igazából ilyen szempontból nullán szálltam ki, és utána azért szálltam ki, mert már nem volt szükségem rá. Uh-huh. Én ezektől is nagyon félnék. Tehát én olyan szívesen beleástám magam. Tudod, van egy ilyen, kettő embert bíznék meg a jogi képviselőmmel, Gandit, vagy Teréz anyát. Ezt a kettőt, vágyba kettőt valahogy bízok. De miért? Csak mert hogy bízol bennük ennyi? Mert még soha nem találkoztunk személyesen. Hát tudtam nekik feltenni a kérdéseimet. Ha nem mondom, hogy Prigozsint bíz meg szerintem. Az a legjobb jogi. Hogy gondolj vele, hogy van egy, tehát én segítek magának. Miért? Hát azért, mert hogy egy jó ügyet akarunk képviselni. Miért? Eljutunk odáig, hogy azért, mert hogyha én magának segítek és pert nyerünk, vagy multival szemben, és kiderül, hogy nyilván magának volt igaza, a multinak pedig nem, az nekem reklám. És ha egyébként ezt a reklámot meg szeretném más úton szerezni, akkor lehet, hogy egy picivel többbe kerülne, mint hogy önt képviselem ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy ami tök fontosabb, amit mondtál, hogy legyen mindenkinek mindig minden üzletben érdeke. Aha. Mert hogy egyébként mi a motiváció? De tisztességesen. Igen. Van. Tehát, hogy azzal semmi gond, hogy... A végén. Én úgy mondanám talán, hogy tisztességes és mértéktartó. Igen. Mert ez a szó is nagyon-nagyon igen. fontos. A mértéktartás nagyon-nagyon fontos. Én nagyon szívesen kötök bárkivel biztosítást, hogyha egyrészt tud a kérdéseimre válaszolni maradéktalanul. Másrészt nem érzem rajta azt, hogy hebeg-habog össze-vissza beszél és mantrázik. Van egy ilyen szólásmondás, hogy akkor részemről, hogy mikor valakivel beszélgetek, és egy idő után megunom, akkor azt szoktam mondani neki, hogy akkor most kezdjük előbb ezt a beszélgetést, és ne úgy, mint egy MV ügynök, jó? Tehát figyelj arra, hogy ne úgy, mint egy MV ügynök. Te most önmagadat képviseled, jó? Na, kezdjünk hozzá, mehet. De olyan ki tud-e lépni abból a büf köréből? Nem, mert most kimondom a varázsszót, és megint elnézést kérek mindenkitől, és nyugodtan lehet egyébként azt mondani, hogy szemétláda vagyok, azért, mert egyedül önmagában az elvek nélkül, amit a fejébe verte, kevés. Mert nem tud előrelépni anélkül, hogy ne képviselje egy nála okosabb, dörzsöltebb, fideszesebb, tisztességtelenebb, immorálisabb elmerendszernek a produktumát. Mert csak attól válik okossá és intelligenssé látszólag, hogy ezt a mantrát mondja, és van, aki bedől. Tehát alapvetően azt üzenném, hogy
attól, hogy valaki folyékonyan beszél, megállás nélkül, idegen szavakat használ, és baromi izgalmas pénzügyi kifejezéseket is képes egymás mellé rendelni, még nem biztos, hogy tudja, hogy mi az, amit azok a szavak jelentenek, és meg lehet tanulni több oldalnyi szöveget, amiket olyan okos emberek találtak ki, hogy el sem képzeljük, hogy mennyire okosak, amiket kimondottan azzal a céllal hoznak létre, hogy becsapjanak, átverjenek, és azt csináld, amit elvárnak tőled. Létezik ez a probléma. Többen belehaltak már, nagyon sokan fognak még belehalni. Sajnos ez egy tendencia, ez ellen tenni pedig úgy lehet, hogyha az oktatásunk 1000%-on pörög, minden ember kiművelt emberfő, minden ember átlát a szitán, nem lehet könnyen becsapni, csak ez egy nagyon-nagyon nehezen megvalósítható folyamat sajnos innen a gödör aljáról. Még egy mondat, aztán szerintem idő lesz lassan, hogy, hogy amúgy maga az értékesítés az egy szakma, és hogyha mondjuk embereket toboroznak értékesítésre, és felkészítik őket a munkavégzésre, akkor az egy nagyon hosszú folyamat lenne, hogy te hogyan találd meg hitelesen önmagad, és hogyan tud jól értékesíteni. Egyrészt ki kéne választani ugye azt, aki erre alkalmas, másrészt meg fel kéne készíteni, ez egy hosszú folyamat. Ehelyett eszközöket próbálnak adni az értékesítő kezébe, amiben ő tud kapaszkodni, és azt mondja, hogy fú, akkor azt mondták, hogy, és akkor gyakorolja, és ugye kicsit esetlen, aztán később meg már tényleg olyan, hát olyan nagyon sablonos, és tényleg nincs benne semmi, és messziről ki lehet szúrni, de hogy ezeknek az embereknek gyakorlatilag az önértékelése is lassan egyenlő lesz a nullával, mert hogy nyilván nem lesz sikeres egy idő után, ez az egyik, a másik az, hogy kap egy csomó nagyon durva visszautasítást. Csak én nagyon sok ilyen emberrel dolgoztam, és nagyon nehéz őket utána visszahozni, mert ez nagyon sokat tud rontani. No hát, amikor a műsort elkezdtük, bevallom őszintén nem kerestem és nem ismártam választ az én problémámra, az csak egy vitaindítónak vagy gondolatindítónak szántam. Ennek ellenére kaptam néhány választ is. 121 a vége, a műsor befejeztével azért nem érzem jól magam. Hát én se. Én már ezekről pozitív a kérdésekről tanácsotathatok? Így konkrétan sosem szoktam. Gyorsan legyen egy pozitív tanács a végszám. Én azt mondom, hogy legyen mindenki tudatos állampolgár vagy fogyasztó, és ne hagyja magát, mert mindenhol, tehát annyira nem profik még ezek a nagy szervezetek, ez a három csoport, akit mondtam, hogy ne hagyjanak rést a pajzson, és ahogy mondtad, van rés, és azt szerintem a tudatos állampolgárnak van keresni valója, főleg ha úgy érzi, hogy igazságtalan vele az az eljárás. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen van közjegyző, vannak olyan ismerősök, emberek, fórumok, egyebek, nagyon sok helyen lehet tájékozódni ma már, hogy hogyan kell felállni egy ilyen helyzetbe, mint állampolgár, vagy mint fogyasztó, és hogyan tudsz magadért kiállni, és ezt ne hagyja senki, én azt mondom. Tehát igenis, nem szabad hagyni. Tudod, az eszembe, hogy ugyanezt elképzeltelek most Ózd külvárosába, ahol kiállsz egy dobogóra, és ott elmondod a jelenlévő. Ne rontsd már el a végszavát. És ott is működik ezt a gondolatot. Ne rontsátok el. Csak vascsővel működik. Bemegy vascsővel az ember. Most eladtam. Te adtad fel, én adtam. Igen. Na, legyen Ferinek a végszava a végszó. Én visszaszívom az enyémet. Így jó? Zsugoltatlak. Nincs mit hozzáfűznöm, mindenki gondolkodjon el mindenről, kisbetűkről, nagybetűkről. Viszontlátásra. Egy olyan zóna, amiben minden belefér. Változatos témák, változó vendégek. Chill Zone, a Szolnok Televízió podcastje, ahol a változás az egyetlen állandó.